Tehát az első szakaszban a Szabad György volt egyértelműen, aki az MDF-et képviselte. És én is megkérdeztem Szabad Györgyöt később, hogy 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 került Antal be a csapatba. És akkor elmesélte a Gyuri bácsi, hogy a következő volt, azt mondja, én bejelentettem, hogy egyedül én ezt nem bírom, most már a Nemzeti Gerekasztal tárgyaláson, amikor ö, egészen másról szól ma a történet, hanem kell egy állandó segítség. És azt mondja, a taktikából a furmant is megjelöltem, mondván, hogy az jogász, de miután vidéki, hát nyilván nehezen tudja magát szabaddá tenni, és másodiknak mondtam Antalt. És csóri volt az, aki rögtön Szabadgyörgy mellé állt, és így az egész társaság elfogadta, hogy hát akkor legyen Antal, aki Szabad György. ...nek segít. Azt mondja, én kaptam a megbízást, hogy hívjam föl Antalt és közöljem vele ezt a felkérést, és akkor Antal azt felelte, hogy eh, rendben van, kidolgozza a koncepciót, amit követni akar a tárgyalásokon, és következő héten előadja az elnökségnek, és hogyha az elnökség ezek után is eh, meg akarja bízni, akkor elfogadja a megbízást. Azt mondta a Szabad György, még utólag is, azt mondja, nem akartam neki mondani, hogy nem koncepció kidolgozásával bíztak meg, hanem azzal, hogy segítsél nekem. De hát Anta rögtön úgy fogta föl, hogy ő neki koncepció birtokában szabad csak leülnie, és ezt a koncepciót valóban elfogadták, hozzátette Szabad György, és ezt én is tapasztaltam, hogy semmiféle probléma és nézeteltérés nem volt közöttük végig a tárgyalás során, mert teljesen egyetértettek az Antal által kidolgozott és előadott koncepcióval, ezt Szabad György is magáénak tudta, ugyanez volt az ő koncepciója is, és a végén egyébként a szervezetek közül szeptember 18-án egyedül az MDF részéről volt olyan, hogy ketten írták alá a megállapodást, Szabad György és Antal József.